Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Williams Televízió Plus 29 térségi magazin műsorának november 9-i adását látják, Antal Beáta vagyok. Az első osztályú megyei bajnokság 11. fordulójában Dunavarsányban lépett pályára a Vecsés. Az első félidőben 40 percet kellett várni a gólra, ekkor a vendégek szereztek vezetést, és ezzel a félidőben 1-0-ra vezettek a vecsésiek. A szünet után újabb 2 gólt lőttek a vendégek, és egyet sem kaptak. Ez pedig azt jelenti, hogy 3-0-ás győzelmet aratott a Vecsés Dunavarsányban. Felsőpakony labdarúgó csapata Maglódot fogadta hazai környezetben. A találkozó 18. percében a Maglód szerzett vezetést, egy perccel később azonban már ki is egyenlített a Felsőpakony. Az első félidő utolsó gólját a vendégek szerezték, így a félidőben 2-1-re a Maglód vezetett. A második 45 percet sárga lapok és cserék jellemezték, egyetlen gólt sikerült szereznie a felsőpakonyiaknak. A végeredmény tehát 2-2-es döntetlen lett. A Vecsés női kézilabdázói Érd U22-es csapata ellen mérkőztek meg az MB2 déli csoportjának 6. fordulójában. Az első félidőben mindkét csapat a védekezésre helyezte a hangsúlyt, szoros csata alakult ki, 12-12 volt az állás a szünetben. A pihenőt követően a Vecsés támadásban nagyobb sebességgel játszott, és még fegyelmezettebb is volt a védekezésben. A második félidőben 8 gólon tartották az Érdet, viszont 20 gólt szereztek, ezzel pedig magabiztos 32-20-as győzelmet arattak a vecsésiek idegenben. Október 20-a és 28-a között a budapesti Papp László sportarénában rendezték meg a birkózó világbajnokságot. A Gyáli bácsi Péter nagyszerűen szerepelt a férfiak 82 kg-os versenyén. A selejtezőben osztrák, fehér orosz és kazah ellenfelet is legyőzte, majd az elődöntőben kirgiz versenytársát is felülmúlta és készülhetett a fináléra. A döntőben egy török versenyzővel kellett megküzdenie a világbajnoki címért. Az összecsapás elején mindkét versenyző a támadásra helyezte a hangsúlyt, azonban bácsit előbb leküldték, majd 2 pontot levontak tőle szabálytalanság miatt. A félidőben így 3-0-ás hátrányban volt a gyáli versenyző. Bácsi egy pörgetéssel egyenlített, majd ellenfelét kitolta a szőnyegről. Török ellenfele már nem tudott pontot érő akciót végrehajtani, így bácsi Péter élete második világbajnoki címét ünnepelhette Budapesten hazai környezetben. Igazgató úr, hányadik alkalommal rendezték meg a Velmesi Fesztivált, és milyen programokról számolhat be? 17. alkalommal rendeztük meg az idén a Velmesi Művészeti Napok Maglódon című fesztivált. Az idén 11-én indult katolikus templombéli koncerttel csütörtökön. És a műsoron hát úgy indítottunk, hogy az egyik legjobb növendékünk, Nagy Eszter, egy csodálatos fiokkó Allegrót játszott, utána a tanára Kostyák Attila hegedi művész úr, Simon Barbara zongora művész tanárnő, és egy vendég Szent Györgyi László cselló művész úr triója játszott, azután pedig a maglódi Magdala kórus egy nagyon-nagyon szép előadást tartott, amit azt a napot úgy zártuk, hogy Szent Martin könnyűzenét játszó híres magyar szaxofonművész komoly zenével indított, és utána enyhébb szép dalokat játszott nekünk és a közönségnek, úgyhogy az az este nagyon sikeres volt a csütörtöki. Pénteken úgy indultunk, hogy az iskolánknak a kis kórusa, a Kóruska névre hallgat ez a kórus, Mácsainé Szegő Klára tanárnőnek, zongora művész tanárnőnek a vezetésével és Simon Barbara tanárnőnek a kíséretével gyerekdalokat adott elő, Vermesi Péternek néhány művét nagyon színesen, nagyon szépen és más dalokat is. Ezután egy japán énekesnő
Akiko Kabata énekelt, egy szoprán énekesnő, őt kísérte Ritsuko Komata zongoraművésznő, és ezután került sor a Vermesi Kamara Filharmónia idei koncertjére, ahol Mozart Requiemjének a 7 tételét a Lacrimosa-ig énekeltük, és hát ez volt a legnagyobb vállalkozásunk az idén, a Kamara Filharmónia, a Vermesi Kamara Filharmónia 4 évvel ezelőtt alakult, és azóta Vivaldi Glóriát énekeltünk, Händel Messiást énekeltünk, Bach kantátákat énekeltünk, és az idén került sor, hát azt gondolom a legnehezebbre, a Mozart Requiemnek a felére mondhatom így. Zenekar, kórus, csodálatos szólisták, elmondanám a nevüket, egy japán szoprán volt az első szólistánk, egy másik nem, aki aznap szerepelt. Őt Akiko Hayakawának hívják, az altot, az altszólamot Kun Ágnes Anna opera énekesnő énekelte, Újvári Gergely a tenort és Kovács István a basszust. Selmeci György vezényelt, Selmeci János volt a koncertmesterünk, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk azoknak, akik segítettek minket ebben, ennek a koncertnek a létrejöttében, mert ez a legnagyobb dolog eddig életében. Mármint a Kamara Filharmónia életében. A közönség is szerette ezt a műsort. Szombaton 13-án este a Magházban felléptek azok az együttesek, amelyeket a város vezetősége augusztus 20-án Maglódért érdemrenddel tüntetett ki. A Silhouette Majorette csoport, Ostertagné Szelli Mariannak a csoportja volt az egyik, és a Kacamajka tánc együttes volt a másik. Mind a ketten egy-egy félórás előadással gyönyörködtették a közönséget. Ezen kívül fellépett Késmárki Uzonkának a Vadvirág, Vermesi Vadvirág énekkara, és pedig azért, mert Uzonka is egyéni Maglódért érdemrendet kapott. Az előadást megelőzte egy csodálatos kiállításnak a megnyitója, ahol megtekinthette a közönség Csépe Milla tanárnőnek, festőművész tanárnőnek a gyerekeinek a munkáit. Nagyon nagy sikerű volt a kiállítás. Nagyon jó hangulatban, egy órán keresztül nézték az emberek, beszélgettek a művekről, és itt is annak az apropóján volt ez a kiállítás megrendezve, hogy Csépe Milla is nagyon megérdemelten megkapta ezt az érdemrendet. Utána táncház volt. Vasárnap Pálosi Ádám, nagyon tehetséges és nagyon szorgalmas diákunk, trombitán fog játszani, ő Bakkernő tanár úrnak a diákja. Utána Mácsainé Szegő Klára zongora művész tanárnő zongorázik. Azután következik az a japán szoprán énekesnő, aki a Mozart Requiemben a szoprán szólamot énekelte, Akiko Hayakawa. Őt kíséri zongorán Ritsuko Komata. Ezután következik az Óbudai Népzeneiskola igazgatója Szerényi Béla és az ő fiának a koncertje. Tekerül Anton fognak játszani, ez egy ilyen 1000 éve Európában levő hangszer, nagyon színes és nagyon kellemes hangja van, érdemes tanulni ezen a hangszeren, népzenét játszanak, de ők most az elején református zsoltárokat fognak játszani. Hát ez rendhagyó, de nagyon szép, én hallottam előadáson, és a közönségnek mindig nagyon-nagyon tetszettek ezek a zsoltárok, Tekerül Anton előadva, utána pedig hát vidámabb zene is következik az ő előadásukban, és legvégül az iskolánknak, a Vermesi Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolának a fúvós zenekara zárja a mai napot, és zárja a fesztiválunkat is. Jutasi Miklós karmester tanár kollégánknak az irányításával.
többször büszkeséggel említette a maglódi Vermesi Kamara Filharmónia zenekart. Erről mondjon valamit. Hát ténylegesen büszkeségünk 4 évvel ezelőtt alakult Vermesi Kamara Filharmónia néven. Zenekar, énekkar, szólisták tartoznak hozzá, és Vivaldit, Handelt, Bachot és az idén Mozart requiemet adtunk elő. Nyilván, hogy ezek nem teljes műveket adtunk elő, hanem egy jó részét. És nagyon örvendünk, hogy azok a hangszeres támogatók, akik Budapestről kijönnek hozzánk segíteni, azok minden évben eljönnek, eljön Selmeci György, karmester, zeneszerző karmester, eljön Selmeci János, aki a koncertmestere ennek a mi Kamara Filharmóniáknak, eljönnek a rádiózenekarból, az operaház zenekarából emberek, de nekünk is vannak most már hangszereseink, a tanáraink és azok a tanítványok, akik ezelőtt 20 évvel kezdték, most már egyetemet végzetten, jönnek, beülnek a zenekarba, fújják a fúvós hangszerüket, húzzák a vonós hangszerüket. Vannak itt a környékben is Pécelen egy hangszeresünk, van Budapest keleti felébe 2 barátok, tehát mondhatnám, hogy baráti zenekar, amely összeáll, és hát az énekar az a Vermesi Kamara kórus, az a helybéliekből, tanárokból, szülőkből és már végzett diákjainkból áll, és így lesz a Vermesi Kamara Filharmónia felállása. Egyszer meg lehet szervezni egy ilyen kisvárosnak is egy nemzetközi rangú szintű rendezvényt, hiszen Japántól Berlinen, hát sok minden onnan jönnek. De hogy lehet 17-szer ide hívni ezeket a nemzetközileg is elismert művészeket? Én azt gondolom, hogy az egésznek a gyökere ott Vermesi Péter lelkében van. Őt nagyon, de nagyon szerették a diákjai és a zenész társai. Amikor én valakinek azt mondom, hogy gyertek, mert lesz Péternek a fesztiválja, abban a percben kérdik, hogy mikor menjünk és hova menjünk. Arról nincsen szó, hogy mennyibe kerül ez nekünk, vagy hogy ők mit fognak ezért kapni, ez soha nincs ilyen kérdés feltéve, hanem minden ember a saját legjobb oldalával, amit tudja, hogy Vermesi Péternek tetszene, azzal fordul a társa fele, és így kialakul egy olyan hangulat, amely volt valaha a Vermesi Péter zeneszerzőnek az óráin, és így jönnek el Vermesi Péter miatt. Az általános iskolát Vermesi Péternek hívják, ezt a fesztivált is. Mutassa be nekünk, nem mindenki ismeri Vermesi Pétert, hiszen nem maglódi kötődésű szerzőről van szó. Igen, a jövőre lenne 80 éves, és ezt meg is fogjuk ünnepelni. A gyerekekkel, és aki tud, az majd el fog jönni, de legfőképpen a gyerekekkel, és minden gyerekkel, nem csak a zenészekkel, nem csak a festőkkel, nem csak a táncosokkal, hanem aki ebbe az iskolába jár, mindenki szeretettel fog majd erre jönni, és örvendeni fog, hogy ott lehetett, olyan műsort fogunk mutatni, és olyan játékokat fogunk játszani majd a gyerekekkel. Vermesi Péter egy a legtehetségesebb zeneszerző volt abban az időben, amikor élt, 39-ben született, és 89-ben halt meg, tehát 50 évesen, és jövőre lesz 80 éve annak, hogy ő megszületett, és amint mondtam, mindenki szerette. Aki kapcsolatba került vele, diákja volt, vagy kollégája volt, mindenki szerette. Helyezzük már előtt térben is, hogy melyik országban, melyik városban, mert mi Maglódról beszélünk, de nem maglódi volt. Erdélyben született Brassó városában, de a 40-ben, amikor Észak-Erdély visszakerült Magyarországhoz, a szülei felmentek Kolozsvárra, és ő már ott járt iskolába, ott végezte az egyetemet, ott volt egyetemi tanár, és 85-ben telepedett ki Németországba. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy
erdélyi magyar, németországi magyar, és mi most csinálunk belőle kárpát-medencei magyart. Hát úgy gondolom, hogy nagyon sokan támogatják ezt a dolgot. Ide jönnek, segítenek, ahogy meghallják a nevét, amint mondtam. Jönnek, muzsikálnak a mi gyerekeinknek, a mi gyerekeink már szeretettel gondolnak arra a szakállas bácsira, akinek a fényképét látják, és énekelik azokat a gyerekdalokat, amelyek nagyon-nagyon szépek, és játszunk a műveiből is a felnőtteknek, aztán majd a gyerekeink, a tanítványaink fognak játszani azokból a művekből, amelyek Pétert naggyá tették. Van egy nagyszerű operája, Ördögváltozás Csíkban, azt megpróbáljuk nem sokára bemutatni Maglódon. Említette, hogy fiatalon 50 évesen halt meg, sőt a dátumot is említette, amikor éppen a szomszédunkban, a Párciumban, Erdélyben, Romániában kitört egy forradalom. Lát-e összefüggést az ön mestereinek a korai halála és a forradalom kitörése között? Igen, abban az időben mi is néztük a televízióba itt, hogy lőnek Temesváron, és amikor azok a rettenetes csattogások hallatszottak a tévében, hogy tényleg az ember érezte, hogy most ő is meg fog halni, na akkor Péter meghalt. Mert ő Németországban nézte ezeket a képeket, és nem engedte a szíve tovább élni. Tehát ő ezt nem tudta elviselni, hogy meglőjenek valakit. Mások vagyunk, bár egy
sem szeret, nem szeret. Ha egyedül vagy és sírnod kell, én ott leszek és segítlek neked. Fogom a két kezed, kell egy jó barát, ki melletted áll, s mindig megtalál, ha elveszel, hidd el. Yeah.
És szeretném megkérni Nagy Rihárdot, hogy mondja le versét. Nagy Angéla verse, fogadjál bennünket! Fogadjál bennünket, itt élünk a világban, jelen vagyunk tegnapban és a holnapban. Mi elfogadjuk embertársatokat is egészségben. Legyünk együtt ebben a másságban és megértésben. Jövőben is jelen leszünk, kérjük, fogadd el lelkünket. És barátságoddal, megértéseddel fogadjál, segíts életünket. Nagyon szépen köszönjük. És szeretném felkérni Simon Klaudiát, hogy énekelje szépen nekünk. Van egy ország, ahol álmommal jártam, Magyarország, ahol az harcodban láttam a magam arcát. Az ölelésben bőség, az igaz ügyben hűség voltál. Én ezt az arcot már őrzöm, Magyarország, hiszek az álmomban egy életen át. Magyarország, te vagy az hívemmel írva, Magyarország, te vagy a lelkemre bízva, Magyarország. Hát te vezess most engem, és amit meg kell tennem, segítsd. Legyél a holnapban rejlő bizonyosság, én csak az életem bízom rád. Van egy ország, ahol álmommal jártam, Magyarország, ahol az arcodban láttam a magam arcát. Hát te vezess most engem, és amit meg kell tennem, segítsd. Legyél a holnapban rejlő bizonyosság, én csak az életem bízom rád. Hát te vezess most engem, és amit meg kell tennem, segítsd. Legyél a holnapban rejlő bizonyosság, én csak az életem bízom rád. January.
Oda, hova víz,
Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Önök a Williams Televízió Plus 29 térségi magazin műsor november 9-i adását látták. Új adással a jövő héten, november 16-án pénteken 19 órakor jelentkezünk. Az ismétléseket pedig megtekinthetik minden nap 1 órakor délben, valamint 20 órakor. Műsoraink már az interneten is láthatók a www.williams.hu weboldalon. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Viszontlátásra!